Első munkanapját kezdte orvos igazgatóként ma reggel dr. Kudryavcev Anatolij belgyógyász főorvos. Az angiológusként is tevékenykedő osztályvezető a nyugdíjba vonuló dr. Tölgyes Annától vette át a stafétát. Ma birtokba vette orvos igazgatói szobáját is. Minden egyes szakmával olyan mindennapi kapcsolatot kell megteremteni, a fellépő problémákat megoldani a lehetőség szerint legjobban, és hát a kórház, tehát a jó hírét ilyen szempontból, szakmai szempontból is, tehát tovább vinni. A vezetői feladatok mellett tovább irányítja az első emeleti, négyes belgyógyászati, angiológiai osztályon zajló munkát, így rendel is. Az új orvos igazgató 1999-ben diplomázott a Debreceni Egyetemen. Első és egyetlen munkahelye ez az osztály. Érszűkületes, viszér problémával küzdő betegeket gyógyít. Bőven van munkája, hiszen az európai országokhoz képest Magyarországon 2,5-szer gyakoribb a lábamputáció. Ez a területe folyamatosan fejlődik, tehát újabb és újabb eszközök kerülnek tehát piacra, amelyek szövetebb, barátabb, gyógyszerkibocsátó esetleg, tehát nem csak mechanikailag megoldja ezeket a szűkületeket, elzárodásokat. Ma már a műtétek elkerülése a cél, amire egyre több esetben van esély, tette hozzá az orvos igazgató, akivel a 17. elixírben láthatnak hosszabb beszélgetést.